Sziasztok! Egy kicsit nyaralni voltam most, nemrég jöttem vissza Magyarországból, és nagyon sok új élménnyel gazdagodtam, fejlődtem, kezeléseket kaptam otthon is, fizikailag is, távkezeléseket is, energiakezeléseket is, és nagyon-nagyon sok minden feljött bennem. Olyan példák, amiket igazából máskor is történtek már ilyenek, és soha nem meséltem nektek, de most valamiért úgy érzem, hogy annyira... Eget rengetőek, olyan különleges dolgok, amikből lehet, hogy más is tudna profitálni, ezért szeretném megosztani veletek. Az egyik egy olyan történet, ami azért jött most fel bennem, mert pont most fejeztem be egy telefonbeszélgetést egy ismerősömmel, egy kedves barátommal. Olyan durva életkörülménybe esett, most is ki van akadva, és sír, és depressziós, és pénzt veszte. Aminek mikor elmesélte, röviden kiderült, hogy igazából a nemetmondási képességéhez kapcsolódik, és a, ahhoz, hogy vannak egyszerűen olyan típusú emberek köztük, én is ilyen voltam, vagy talán még vagyok is, de szerintem sokkal jobb vagyok, mert mint régebben és sokat dolgoztam ezen a történeten, ami az egészséges határvonalaink megtalálása, megkeresése és fenntartásáról szól. Ugye az egyik ilyen az, hogy tudunk-e nemet mondani a másiknak egy, azonos, egy, egy olyan megkeresésre, vagy bármilyen kérésre, ami nekünk kellemetlen. És ez lehet nagyon sok sokfajta. Néha észre se vesszük, amikor egy ilyen történik velünk, olyan szinten szertágazó, és azt gondolom, hogy ezek igazából tesztek. Amikor az ember a spiritualitás útján halad és próbálja eh, tisztítani a blokkjait, a problémait, ugye ezáltal a csakráit, amivel egy kicsit magasabb eh, szintre tud lépni, a köldökcsakrának az egyik tulajdonsága az, hogy nem, akinek azzal van baja, hogy nem tudjuk egyszerűen, hogy hol van az egészséges határunk. Egyrészt ugye csakra szinten ez ehhez kapcsolódik, viszont amúgy gyerekkori trauma okozhatja ezt, hogyha valaki ebben nem jó, vagy tehát bármi, bármi olyan, ami így a fiatal korunk traumája lehet. Elmondom, hogy amikor nekem volt ez a kezelésem, amit most otthon kaptam, egyébként két éve folyamatosan minden héten kapok egyet, és nagyon-nagyon sok történetet tudnék nektek mesélni. Most valamiért mégis most jutottam egy olyan pontra, hogy most budjant fel egy olyan történet, amit talán tényleg megosztható, és mondana esetleg valamit nektek. Ha nem haragszotok, most ezt a videót úgy csináltam meg, hogy csak egy ilyen fedőkép van, és az a bajom ezzel az egész videózással, hogy rengeteg információ lenne, amit szeretnék átadni, de mivel nem tudom <laughs> úgymond flott állapotba hozni magam, hogy videóképes legyek, ezért általában el se kezdem. És rájöttem, hogy nekem az a bajom, hogy amikor jön az ihlet, amikor van egy gondolat, hogy megosszam, akkor egyszerűen csak el kell, kell mondanom, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert, és nem, nem, kell, hogy a fejem ott legyen, mert egyszerűen az a tény, hogy ki kell tegyem magamat, és ahhoz valahogy kell kinézzek, elviszi, és bele kell a kamerába, és úgymond prezentálom kell magamat, elviszi azt az energetikai gondolatot, amit szeretnék átadni. Rengetegszer vagyok olyan, ö, olyan flowban, ami hozná ezt a történetet, és nem jutok el odáig, mert megzavaródnak külső körülmények miatt, még a hideg is kirázott. Na, ami telefonbeszélgetést most befejeztem, felhozott bennem egy olyat, ami miatt ez a videó készül most, hogy elmeséljem nektek, hogy mi volt nekem az a sztorim, ami talán taníthat neked a nemet nemetmondás, hogy mennyire fontos, és most akár szülőként nézed ezt a gyerekre viszonyítva, akár te saját magadra, mind a kettőre fogok hozni egy olyan példát, ami talán kitriggerel annyira, hogy ezen elgondolkozzál és meggyógyítsad. Nekem gyerekkoromból volt egy ilyen, ami egyébként egyik ilyen, mit szoktam nektek mondani a tündével, szoktam csinálni kineziológiai és spirituális választeknika kezeléseket, mert nem tudom, melyik technikát az alkalmazta rajtam, amikor kijött egy ilyen, hogy gyerekkoromban volt egy trauma, és általában jó szoktak lenni a megérzéseim, meg én nekem jönnek ilyen letöltések, és amikor éppen beszélünk valamiről, akkor jön egy tip, hogy mi lehetett ez. Az egyik ilyen tippon pont ehhez a témakörhöz kapcsolódott, amire ő kitesztett, hogy igen, ez volt az a történet. Ez úgy nézett ki, hogy olyan negyedikes lehettem, amikor az iskolámban volt valami átépítési probléma, ezért egy új épületbe kerültünk, és valamiért így ez az egész változás plusz az, hogy éppen akkor valamiért nem volt, szerintem nem volt barátom, hogy összevesztünk, hát hogy a gyerekek szokták, jaj, már nem vagy a barátom innentől kezdve, soha többet ne szólj hozzám, kb. mi lehetett, és én így elárul, elárvulva éreztem magamat, nem találtam, hogy kihez kapcsolódjak, és ebben a úgynevezett védtelen állapotomban, vagy sebezhető, ez a jobb szó, sebezhető állapotomban megtalált egy kislány, aki, nem szeretem ezt a szót használni, de azért fogom ezt a szót használni, mert számomra ez nem egy, Nem tudom, hogy hogy fogalmazom. Igazából nem, nem magával szóval van baj nekem, ha azzal a tulajdonsággal van, amit így én ilyen rókaságnak szoktam hívni, ez az ilyen öm, mindenkit át akarok verni meg, tehát ezek a rossz energiák, Na, tehát fogalmazzuk meg így, akkor a lényeg, hogy, tehát egy ilyen kislányjal ismerkedtem már, akivel hát elkezdtünk most mondjuk így barátkozni. Most ez abból derül, merült ki, Nyilvánvalóan az iskolában ugye együtt töltöttük a szabadidőket, majd kiderült, hogy amúgy véletlenül pont közel lakik hozzánk, és lehívott még játszani is életem. Egyik legdrámai pillanata volt ez, körülbelül, hát ha ötödik és lettem, negyedik és ötödik, és akkor mennyi voltam? Nyolc, nem tudom. Éves lehettem, mikor panelt, paneltelpen laktam, és elmentünk játszani. Ez a kislány ugye az említett uh, okoknál fogva, gondolom jobban ismerhette ezt a uh, haverjait, uh, megérkezett egy kisfiú, aki sokkal fiatalabb volt, mint én, tehát 8 éves vagyok, akkor még kisebb lehetett. Uh, késsel a kezébe, 90-es éveket írunk, halálfélelem indult el bennem, hogy ő meg akar minket késelni. Körülbelül 50 méterre voltam a lakásomtól, de mivel ott állt ez a kisfiú késő a kezében, ezzel az energiával egyszerűen leblokkoltam, lefagytam, halálfélelem, és nem mertem túlmenni rajta. Ennek az lett a következménye egyébként amúgy, hogy akkoriban jött már be ez, hogy kapucsengők és zárt kapuk voltak az ilyen panel környéken, és ugye ezt egy ilyen kocka alakba képzett, de hogy körbe vannak a panelok középen egy játszótér. Bolyongtunk, lépcsőházról lépcsőházra, és tulajdonképpen bekérezkedtünk, mert mindenféle dolgot csináltunk, hogy rohangáltunk, bújtunk, és én tulajdonképpen életre halára játszottam a bujacskát, mondjuk így. Lehet, hogy egyébként azóta is megmondom őszintén, tehát ez így nem ment ki belőlem azóta se. Tehát én, ha elbújok, az, akkor nem találsz meg az életedbe. És uh biztos, hogy eltelt két óra, arra emlékszem, hogy ez egy viszonylag már olyan koratéli időszak lehetett, tehát ilyen október-november eleje, és azért korán sötétedett, vagy lehet, hogy pont ezért, mert korán sötétedett, nem tudom, hogy mikor kerültem haza, de tudom, hogy már sötét volt, és én teljesen össze voltam remegve, kicsinálva mindent, tehát teljesen kész voltam. Na most, mivel egy olyan gyerek voltam, aki egyébként nagyon nehezen tudott a problémáiról beszélni, és egyébként ezt most megkaptam a gyerekemben, mert a kisfiam ugyanilyen. És nem, nem kevés gondot okozva ezzel, mert nagyon nehéz kihúzni belőle bármit, hogy neki ez most jó vagy, nem jó, vagy pozitív, vagy negatív, aztán hirtelen megkapjuk a teljes csomagot, de tehát vannak ezzel gondok. Én emlékszem, hogy ültem a fürdőkádban, és anyukám érezte, hogy valami nem oké. Kérdezte tőlem, hogy mi a baj mindig mondtam, hogy semmi, semmi, anyu, anyu, mi a baj, semmi, semmi, tehát eljátszottuk ezt 80-szor, majd egyszer valahogy kibukott belőlem, hogy hát azért ez olyan horderejű, hogy csak el kellene mondani, és sikerült elmesélnem neki a történetet. A morál a sztoriban annyi, hogy anyukámnak annyit kellett mondania erre, hogy soha többé nem, nem barátkozhatsz ezzel a, ezzel a lánya, és ez elég volt ahhoz, hogy engem mint a határait nem ismerő gyereket, amit egyébként általában mondjuk, hogy egyébként a gyerekek még ilyenek, de tehát én tudom most már felnőttként, 39 éves fejjel, hogy ezzel végig-végig problémám volt, és nagyon-nagyon nagy jelentőséget tartok ennek az történetnek azért, mert mai napig felemlegetem, hogyha az én anyukámnak akkor ezt nem mesélem el, és az én anyukám akkor nem így reagál, akkor én lehet, hogy ott elvesztem. De ennyit mondott, és se többet, nem kellett bejönni az iskolába, én másnap bementem az iskolába, oda mentem a kislányhoz, és annyit mondtam büszkén, hogy az anyukám nem engedte, hogy veled barátkozzak, és vége volt a történetnek. És ez most onnan jött fel bennem, hogy ez a barátom, aki most megkeresett, és elmondott egy nagyon hasonló rókasz történetet, hogy hogy verték át anyagilag, érzelmileg, és minden szinten, amihez egyébként ő is kellett nyilvánvalóan, és pontosan azért, mert nem tudott nemet mondani, mert volt egy déli a fejébe, amit kergetett. És hozzáteszem, hogy az volt a tanácsom, ezért szeretném most itt is elmondani, hogy amikor leoltotta, mondjuk így, sem vette észre, hogy mi a probléma, mert annyira kergeti a déli bábot, annyira szeret, magyarul egy párkapcsolatról van szó, annyira szeretni azt a párkapcsolatot, hogy nem érdekli, hogy mi történt, még most is az lepeg a szem előtt, hogy de ő ezt majd megmenti, neki ez kell, és akkor az ember így megáll, és azt mondja, hogy egy órája elmondtam, egy órán keresztül elmondtam, hogy mi a véleményem, alig ismered ezt a nőt, átvert, anyagilag lehúzott, és ezt meg is fogja csinálni többször is. Szükséged van neked erre, mert hogyha úgy döntesz, hogy nem tudsz mondani, amire most képtelen vagy, mert azt érzed, hogy ugyanígy, és most itt a párhuzam a kettő között, mint ez a kislány annó képes volt magával, az energetikai rezgésével, mivel ő erősebb volt, és határozottabb, és karakánabb, fölényből elnyomni engem, mint kis puliszkát, és most energetikáról beszélek, és az akaratát érvényesíteni, és egyébként nem egyszer voltam ilyen szituációban, hogy lehet, hogy erről még mesélek, akkor ha nem vagy képes nemet mondani, pedig csak ennyit kellene megtanulnod, hogy most azt mondod, hogy nem, mert ez egy teszt. Amúgy egyébként már rengeteget kapott, de mindig benyalta. Akkor lehet, hogy a következő a gyémánt lesz. De azt mondják neked, hogy ja, itt van a gyémánt előtted, de neked nem kell a gyémánt. Mert te neked elé egy, egy talicska fost, vagy egy déli bábot. De te megelégszel azzal, mert rohansz utána? És akkor azt mondják, hogy hát, hogyha neked ennyi elég, akkor rohanj utána. És beleteszel 150 ot és rohan utána, és 8000 km-nét jár már, mert kergeti a kis fejében kialakult délibábot. bábot, ami nem lenne rossz, mert maga az elmélet, amit kiküldött az univerzumba, hogy ő mit kér, az egy tök jó dolog. Kiküldte, kirakta, ezt kéri, ő ezt szeretné, csak a probléma, hogy jobb oldalon van a délibáb, bal oldalon a valóság, és megkaphatná a valóságot, de ő még mindig 8000 kilométerre a délibáb után fut, mert ő bevette a fejébe, hogy neki ez kell. És egy kicsit saját magam példáját is rá tudnám erre húzni, bár ennyire nem látom magamat kellemetlennek, mint ez a történet, amiben most ez az ismerősöm van, mert ez már extrém fokozat. Amit elmesélt, és most nyilvánvalóan itt nem fogom elmesélni. Azonban nyilván magamra is ismertem, és rettenetesen kell figyelni arra, főleg, hogyha az ember olyan gyerekként nőtt fel, vagy olyan környezetben, vagy olyan családi trauma érte, vagy olyan nem tudom én micsoda, gyermekkori sérülés, önismeret probléma ami miatt ez a határvonal nincs meg, örök életére probléma lesz, viszont ahogy elkezdi a spirituális útját, az önmegismerést, az önfejlesztést, és elkezdi ezeket kidolgozni, mondanám, hogy ott még azért nincs vége, mert minden egyes alkalommal vissza fogják dobni ugyanazt a tesztet, hogy átugrod-e. És tegnap kaptam el egy YouTube videót angolul, amiben a nőnek nagyon vicces mondata volt, nem tudom, hogy pontosan le tudom-e fordítani majd, de valahogy úgy fogalmazta meg, hogy remény van benned, vagy stupid pozitív vagy. Magyarul a remény van-e benned ahhoz, hogy és a, a, az az energia, amivel ugye az ember vágyakozik, ez egy jó dolog, mert ezzel teremtünk. Teremtünk azzal, hogy valamit kirakok magam elé, hogy erre vágyok. Vagy pedig egyszerűen annyira hülye pozitív vagy, hogy nem veszed észre a úgynevezett retflegeket, nem tudom azt magyarul, hogy mondják, felkiáltó jeleket, amiket tolnak az arcodba, hogy nem jó valami. És ha nem veszed észre, elbuksz a teszten, és újra kell csinálnod az egészet. És ilyenkor egyébként, azzal, hogy ő most ezt elmesélte nekem, nagyon-nagyon bízok benne, hogy jól fog dönteni. És el is mondtam neki azt, hogy ilyenkor néha tényleg jó, Valakivel beszélni, aki, aki karakán energiát bele tud tolni a másikba, és azzal meglökni őt, és segíteni, mert mint az én példámon is, ő például anyukám volt, ez a, ez a kategória akkor nekem épp az életembe, akinek az erejét felhasználva másnap bementem, és azt mondtam, hogy ne tovább. Nem az én energiám volt, mert én nem tudtam volna megcsinálni. Bízok benne, hogy ő most azáltal, hogy én leoltottam, nem kisé ír egy sms a nőnek, akihez semmi köze nincsen, de már anyagilag lehúzta, vagy SMS nélkül egyszerűen zéro kommunikációval letiltja, és vége van a történetnek. Néha az élet ennyire egyszerű, csak szeretjük túlbonyolítani, úgyhogy nem tudom, hogy tudtam-e ezzel a történettel segíteni bárkinek, nagyon remélem, mert azt érzem, hogy az energia, ami most fut át rajtam, az talán segít. És van egy olyan képességem, hogy akaratlanul is ha szavaimmal kioldok másokban dolgokat. Úgyhogy kérlek, ha eljutott el ideig a videóban, gondold át, hogy mi az az információ, amit téged megmozdított ebben a videóban, és magadra ismertél. És ha úgy gondolod, kezd el erősíteni ezt a határvonalat azzal, hogy nem ezt tudsz mondani másoknak. Ez lehet a haverod, ez lehet a szüleid, Bárki, akit azt veszed észre, hogy az életedben olyan dolgot csinál, ami neked nem kellemes, egyszerűen el kell kezdened gyakorolni, meghúzni a határvonalat. És az nem kell, hogy mindig sértő legyen. Lehet, hogy csak annyi, hogy a barátnőd át akar jönni, de neked az kellemetlen. Nem kell megbántani a másikat, mert nyilvánvalóan lesznek olyan emberek, akiket nem kell megbántani, mert nem gonoszak. Na, gyermek megérkezett. Tehát nem mindenki, nem mindenki olyan lesz az életedben, akik le kell tűnteni és el kell takarítani az életedből. Lesznek olyanok, akik azért jönnek vissza, hogy teszteljenek, hogy megtanultad de a leckét. Viszont akkor, amikor majd a teszt megérkezik, akkor jön be ez, hogy csak reménykedsz, hogy megváltozott, vagy stupid pozitív vagy. <laughs> nem tudom ezt a szót értelmesen átadni. Tehát, hogy magyarul hülyén reménykedsz hülyén vagy pozitív. És szeretném, hogyha amikor a te teszted érkezik majd, akkor ez eszedbe jutna, és át tudnál menni rajta, mert lehet, hogy akkor leomlik a déli báb, és ott fog várni rád a valóság. Kívánom neked, hogy így legyen. Sziasztok!